hozzátartozók gyászolják a férjet, az apát, a nagyapát, az apost, dédnagypapát. Búcsúzunk a világhírű rádióriportertől. Gyászolják őt a sportolók, az olimpiai mozgalom tagjai, a bal család, az újságíró társadalom, sportújságíró kollégák búcsúznak nagyszerű kollégától, példaképtől is. Számunkra, a labdarúgást imádó emberek számára a futball iránti óhatatlan szerelme elkötelezettsége előtt. Hangja és egyedi stílusa elvarázsoltan volt. Olyan átéléssel, szenvedéllyel és hatalmas munkabírással vetette bele magát minden egyes közvetítésébe, műsorába, hogy még azt is magában ragadta, aki nem szeret a sportot. A Nagyváradi Atlétikai Klub 2010-ben ünnepelte alapításának 100. évfordulóját. A jeles eseményre megérkezve Gyurit nagy tömeg várta. Az ott élő magyarok egymást törve igyekeztek üdvözölni, kezét megszorítani, elmondani, hogy közvetítései milyen hatással voltak életükre, magyarságra. Minden erőfeszítése arra irányult, hogy a magyar labdarúgás fejlődjön. Tisztelt gyászoló, egy eredményes, hosszú életpálya lezárult, elvesztettük egy kiemelkedő egyéniséget. Fizikailag elvesztettük, de a lelkünkben élni fog. Emlékezni fogunk kedves személyiségére, közvetítéseire, barátságára, sikereire és okos tanácsaira, amelyet oly bőrközen osztogatott. Az a hang gyerekkorom egy meghatározó hajnalán ugyancsak távolról jutott haza. Hol elment, hol visszajött, s ha előkerült is, a rádió rendre csak recsegett. Mégis az a hang, melyet aztán szinte naponta hallottam. Mi van? Mondta mindig, és még felnőttként is sokszor kerestem a bácsit a dobozban, amikor felhívott. Szóval az a hang a gyomromban szólt, és a szívemig hatolt. Ugyanúgy ábrándoztunk arról, szepesi lesz belőlünk, mint arról, hogy Mészőjék, Öröcsé, Alberté vagy Tihivé nőjük ki magunkat. A speaker épp olyan ideállá vált, akár a labdarúgó bálványok.
amit teszünk, tegyük szenvedéllyel, vagy sehogy. Ez volt Szepesi György elmondata. Szepesi György, aki szenvedéllyel szerette családját, aki szenvedéllyel rajongott a magyar sportért, a magyar labdarúgásért, aki szenvedéllyel lobogott a rádiózásért, a magyar rádióért. Lehallottuk izzó lelkesedéssel a magyarokkal 6-3 góljait, Albert szlalomozását a németek ellen, farkas kapáslövését a Budison Parkban, Bene góljait a tokiói olimpián és az angliai világbajnokságon. Olyan szenvedéllyel beszélt, hogy egyik népstadionbeli gól közvetítése után az egyik pesti kórházban megszólalt egy néma. Nekem a Gyuri bácsi egy nagyon nagy egyéniség volt, nem csak nekem, azt hiszem mindenkinek. És azt kell mondani róla, hogy az ő társaságában lenni az egy olyan nagy dolog volt, és hallgatni őt szinte. Azt kell mondani, hogy az ember ámulva hallgatta, mert egy olyan jó indulatú és rendes úriember volt, segítőkész, és nem beszélve arról, hogy a sportban, ugye, ahol dolgozott, egy olyan kiemelkedő egyéniség volt, ugye, és nem csak a labdarúgásban, hanem többi sportágokban is, ahogy tudta előadni, nagyon hiányozni fog, hát sose fogjuk feledni. Nagyon-nagyon nagy veszteségért a bennünket, és úgyhogy állandóan ugye velünk lesz, és tulajdonképpen sose feledjük, úgyhogy emlékezni fogunk rá mindig.